Televíziónk elkötelezett híve a belföldi turizmus népszerűsítésének. Ázsia magashegyi erdeiben őshonos, veszélyeztetett faj a vörös macskamedve, de a Himalája és Észak-Burma kedves lakói 4 éve a jászberényi állat- és növénykertbe is láthatók. Az állatkertbe rendszeresen érkeznek karcagi diákok és turisták. Alig 10 000 példányról tudnak a kutatók, így rendkívül fontos, hogy az Európai Állatkertek fajmegőrző programja sikeresen dolgozott a pandák megmaradásán. A mai napon egy eléggé átfogó állatorvosi vizsgálat keretében ismerkedhettünk meg a vörös macskamedve tenyészpárunk legifjabb kis bocsával. Őt Sparkának hívják, ami nepáli ihletésű fordításban ugye szikrát jelent. Ugye a vörös macskamedvék az eredeti körülmények szerint Nepálban, illetve Kína egyes régióiban őshonosak, tehát ezért is a névválasztás. A szikra pedig ugye arra utal, hogy a kicsi ugyebár ilyenkor még inkább ilyen szürkésebb árnyalatú kakaószínű, de ahogy az ő édesanyja is, illetve az ő apukája is, idővel majd elnyeri a végleges ilyen nagyon-nagyon mély vörös, élénk tűzvörös árnyalatát, úgyhogy emiatt lett az ő neve szikra. Magától még nem olyan gyakran jön elő, rá inkább még a félénkség jellemző, ugye most már több mint 2 hónapos, úgyhogy most az ősz folyamán lehet az várható, hogy egyre kíváncsibb lesz, egyre szívesebben fedezi fel a világot, úgyhogy innestől kezdve már azért gyakrabban lehet szerencsével járni, hogyha az ember itt figyelmesen megáll egy kicsit a vörös macskamedvék kifutójánál. Mostantól elmondhatjuk, hogy felelősségteljes munkában a berényi zoo gondozói eredményesen vesznek részt, megfelelő körülményeket biztosítanak kis panda számára. Egy kontrollállatorvosi vizsgálatot végeztünk, ugyanis ilyen kiskorban még kizárólag ugye anyatejen élnek, úgyhogy az, hogy fejlődnek, hogyan gyarapodnak, azt súlyméréssel tudjuk ellenőrizni. Másfél héttel korábban egy bővebb vizsgálat keretében mikrocsippet is kaptak, súlyt mértünk. Most visszaellenőriztük, kontrolláltuk a mikrocsippet, ez működik, meg a súlyukat is, vagy hát a súlyát is, és 150 grammos gyarapodást tapasztaltunk másfél hét alatt, ami jónak mondható, mert ilyen heti 100 grammal lehet számolni. A nemét is megnéztük, igen, kislánynak találtuk. Ami állatorvosi szempontból nekünk nagy öröm, hogy korábban 2 éve volt egy ikerpárunk, ez mind a 2 fiú volt, most ő kislány, és a tavalyi évben volt az anyával egy kisebb probléma, tavaly nem is volt kölyök, be kellett vigyük klinikára, ultrahangos vizsgálatra, volt egy kisebb hüvely és mélygyulladása, amit, mint a mellékeltábor mutatja, sikerült teljesen jól kikezelni, mert idénre már újabb kölyök lett, úgyhogy ezért különösen örülünk a kis jövénynek, ami fontos még, hogy az anya az 10 éves állat, ami idősnek is számít, úgyhogy emiatt főleg értékes ez a kölyök nekünk. Mennyi azért? Az esemény célja egyébként az volt, hogy felhívják a figyelmet a veszélyeztetett faj védelmének fontosságára. A Természetvédelmi Világszövetség kihalással fenyegetett fajok listáján ugyanis életterének drámai zsugorodása és az illegális állatkereskedelem miatt veszélyeztetett besorolása szerep a vörös macska medve. Az ő előző tesói, a 2 hímikerpár, Kamak és Rukka, 9 hónaposan kerültek el 2019. februárjában az állatkertünkből. Ők a tenyészprogram intézkedései által Svédországba, illetve Dániába kerültek, ahol már azóta új párt is kaptak. A tematikus napon a látványetetések mellett színes kispandás tálaton is bemutatták a vörös pandák életét a berényi állatkertben.